A Himerfont Karaffa épület együttes felújításának befejeztével 2012 őszén indult el az a rendezvénysorozat, amelynek keretében bemutatják a Himer rendezvényközpont szolgáltatási rendszerét. Ennek a programsorozatnak volt része az az úgynevezett Study Tour, amelynek köszönhetően mintegy 500 idegenvezetőt látott kedden vendégül a Királyok városa. Ez az egész programsorozat onnan indult, hogy a Himerház harmadik ütemének felújításához kapcsolódóan egy 6 elemből álló programsorozatot indítottunk még 2012 őszén. Ennek a negyedik eleme, ez a turisztikai célcsoportot irányzó program, ami a Himerházhoz kapcsolódik, de ha már egyszer idegenvezetők, akkor Fehérvárt is népszerűsítsük. A rendezvény kitűzött célja, hogy még a turisztikai szezon indulása előtt egy újabb szakmai körrel ismertessék meg Székesfehérvár és a Himerház nyújtotta lehetőségeket. Nekünk az a célunk, és ezért dolgozunk évek óta, hogy Fehérvár bekerüljön az idegenforgalmi vérkeringésbe, áramkörbe. Ez a lehetőség, hogy ennyien látnak, ismerkednek most meg Fehérvár kínálatával, ez nagyon-nagyon sokat hozhat a konyhára a jövőben. A Fehérvárra látogató idegenvezetők megismerkedtek egyebek mellett a Hetedhét Játékmúzeummal és a Fehérvári Ajándékbolttal, de ellátogattak az Egyházmegyei Múzeumba és a Szent István Székesegyházba is.